kék és sárga kimagasodás a Gellért-hegy oldalából, zsolnai kerámiák, hullámos pártázat és magyaros virágmotívumok. Ha egy turista innen a Szabadság szobor felé igyekszik fölfelé, tutira megtorpan. Szecessziós, az nyilvánvaló, de mi ez? A budai műteremháznál járunk, és majd be is fogunk menni. A hazai kultúrviszonyok általános fejlődésével már bátran mondhatjuk, hogy a festő és szobrászművészetnek annyi hivatott művelője van, hogy azok bármely feladatnak megfelelni képesek. A legnagyobb akadály, hogy a fővárosban műtermek egy-kettő kivételével nincsenek, és azok nagy áldozatok árán sem bérelhetők. Ez a keserű panasz 1886-ból származik, amikor az óriási léptekkel fejlődő Budapest a kiegyezés utáni Magyarországnak nem csak politikai, de kulturális központjává vált. Értelemszerűen a képzőművészet állami fennhatósággal kialakuló intézményrendszere is ide összpontosult, megépült a régi, majd az új műcsarnok, rendszeres kiállításokat rendeztek, de a művészegyletek és a kávéházi asztaltársaságok ellenére fővárosi műtermek alig voltak. Először az Epreskert született meg különös körülmények között, mivel egy lebontott műteremért cserébe kaptak területet a képzőművészek a Bajza utca és a Munkácsi utca környékén, de ezt egy korábbi egy helyben már úgyis láthatták bővebben. Ahogy akkor a művészek Trefort Ágoston miniszternél elérték, hogy egy képzőművészeti akadémia is legyen, idővel műtermekért kezdtek el lobbizni. A kövér megrendelésekkel kitömött szobrászok megengedhették maguknak, hogy műteremvilágban éljenek, a művésztanároknak a főiskola biztosított műtermeket, de a többieknek nem. Akkoriban már a bérház tulajdonosok is rákaptak, hogy a felső szinteken műtermeket alakítsanak ki, de természetesen üzleti alapon, azaz drágán. És a művészek kihez fordulnak ilyenkor? Az államhoz. És így épült meg végül a századfordulón a Gellért-hegyi műteremház. Eredetileg nem ide, hanem Pestre, az Epreskerthez közeli Kmeti utcába tervezték. Végül az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat igazgatósága 1902-ben a Gellért-hegy akkor még üres déli lejtőjén választott ki egy tekintélyes saroktelket. A főváros először visszadobta a kétemeletes óriás ház terveit, a környező villa jellegre tekintettel, de aztán engedett, és 1903 nyár végén már át is adták. Akkoriban itt a hegyoldalban még inkább csak szőlőskertek voltak, így a kiemelkedő műteremház a Ferenc József híd budai környékének egyik ékessége lett. A Lechner követő tervező, Kosztolányi Kan Gyula egyébként avval próbálta oldani ezt a hatalmas tömböt, ami itt áll a Gellért-hegy lejtőjében, hogy az Iparművészeti Múzeumhoz hasonló zsolnai kerámiákat, színeket használt, oromdíszeket, hullámzó pártázatot, egyébként ő festőművésznek és építésznek is készült, méghozzá Hollósi Simonnál Münchenben, de furcsa módon ez az egyetlen ismert és fennmaradt épülete a Gellért-hegyi műteremház. Úgy művészies külseje, mint célirányos osztása és ízléses berendezése révén, tán egyedül áll a maga nevében az egész kontinensen. Nincs a házban két egyforma műterem, nincs rajta két egyforma ablak, két egyforma erkély. A szecesszió műremeke ez, írta róla akkor Lika Károly. A 12 eredeti műteremből mára végül 20 műterem lett, de csak a világháború után kezdték a műtermekről leválasztani a különböző lakásokat és egyéb helységeket, főleg galériáztak, ez a 4-5 méteres belmagasságnál egyáltalán nem volt nehéz. Minden műteremnek más az alaprajza, de ami közös, mindegyik világos az óriás ablakokkal. Korábban még tetőbe világítók is voltak, aztán amikor a háborúban bomba találat érte a házat, a tető üvegrészét sem építették újra. Az emelet a festőké lett, a földszint a szobrászoké.
két kivétellel a műtermekhez egy szoba és fürdőszoba készült, és a házba már akkor bevezették a villanyt. 2000 tavaszán egy este aztán a déli szárny lakói egy furcsa zajra lettek figyelmesek. Először az ablaktámlák kezdtek el kitörni, majd a falak megrepedni, ugyanis a ház megrodjant és megcsúszott. Nyilván a karbantartás évtizedekig tartó hiánya nem tett jót neki. Szerencsére azóta ezt a részt már részben újjáépítették, sőt a ház körüli támfalakat is felújították. Csak a korhűség kedvéért az új műteremházba az avatáskor Dudics Andor, Glatter Ármin, Kacián Karva József, újlakiné Madarász Evelin, Reich Káván. Ezek ma már nem sokat mondanak, viszont Ripü Rónai, Madarász Viktor, Herman Lipót neve igen. Később is hosszan sorolhatnák még a neveket, Újz Bélától Czóbel Béláig. A műteremháznak sajnos botlatóköve is van. Ádor János László festőművészt, építészt innen hurcolták el Mauthausenbe, ahol 1945 tavaszán meg is halt. A ház műterem lakásaiba csak kihalásos alapon lehetett bekerülni. Az új jelentkezőnek cserelakást kellett felajánlania az elhunyt képzőművész hozzátartozóinak. A gellérthegyi műteremház aztán fontos szerepet játszott a környék kialakításában is. A századforduló után a Bartók Béla út mindkét oldalán szokássá vált az új bérházak legfelső szintjére műtermeket építeni. És ilyen a Bartók Béla és a Bercsényi utca sarkán álló Hadik kávéház tömbje is, ahol alul Kosztolányi Karint és Móricz Zsigmond törzshelye volt, felül viszont Csontvári műterme, és itt zajlott le az a nevezetes véletlen, amikor a éppen műtermet kereső Gerlóci Gedeon 1919-ben rátalált Csontvári vásznaira, amit egyébként akkor épp leselejtezni akart az új tulajdonos, és sátorvászonnak eladni.